Peter Pellegrini kormányfő a Nagyszarvára beköltözött szlovák ajkú szülők kéréséről tárgyalt a helyi polgármesterrel és a képviselőtestület tagjaival. A megbeszélésen arra keresték a megoldást, hogyan tudnák biztosítani a szlovák anyanyelvű gyermekeknek az oktatását a község iskolájában. A helyi önkormányzat még májusban egy nyilvános testületi ülésen elutasította a szülők követelését, mivel a településről csak 3 gyermek iskolai elhelyezése volt a probléma. A további iskolába jelentkezők a környék falvaiba beköltözött családok gyermekei voltak. A kormányfőt a helyi lakosok csoportokba gyülekezve várták, mivel a többségük nem ért egyet azzal, hogy a falunak kellene megoldania a környékbeli falvak problémáját. A lakosok megmutatták azt hiszem a múltkori gyűlésen, hogy hogy állnak hozzá. Tehát nem szeretnék, hogy a szarvai magyar iskolában most jelenleg szlovák osztály nyíljon, mert ők először egy osztályt akartak, aztán már 4-et. És annyi helység nincs itt a magyar iskolában, mivel az át lett építve úgy, hogy a szaktantermek, a nyelvi osztályok meglettek csinálva, számítógépes terem, tehát most abba beleinvestált a község, és az iskola beleinvestált egy rakás pénzt, és most azt csukjuk be azért, mert egy gyerek véget akar, szeretnénk iskolát nyitni. A kormányfő a több órás megbeszélés után tájékoztatta a sajtót és az összesereglett lakosokat a megbeszélés eredményéről. Mindenkit nyugalomra intett és hangsúlyozta. Nem akarnak feszültséget kelteni ott, ahol békésen élnek egymás mellett az emberek. Ezért törvénymódosítással fogják megoldani a kérdést, amely a magyar és a szlovák gyerekeknek is garantálja az anyanyelvi oktatást. Chceme udržať tento štandard poskytovania a vzdelávania detí v jazyku menšín na druhej strane, ale nemôžem tolerovať, aby niekto, kto sa chce vzdelávať v slovenčine v našom štátnom jazyku, bol potrestaný len kvôli tomu, že sa narodil v tejto časti Slovenska. A nesmú byť potrestaní ani tie deti, a nesmie byť potrestaný ani rodič, ktorý je potom nútený dochádzať s dieťatkom naozaj dlhé kilometre niekde do okresného alebo krajského mesta. A preto sa javí ako riešením možná zmena legislatívy, aby platilo, že na takýchto zmiešaných územiach do konkrétneho dátumu bude musieť samospráva, respektíve jednotlivé obce, nájsť vzájomnú dohodu, v ktorej škole a v ktorej obci sa bude poskytovať vzdelávanie v jazyku menšiny a v ktorej obci a v ktorej škole bude zabezpečené vzdelávanie v jazyku štátnom, to znamená slovenskom jazyku. Ak samosprávy sa do konkrétneho dátumu nebudú schopné dohodnúť, ako to bude fungovať, potom musí prevziať iniciatívu štát a štát rozhodne a určí, ako to v danom území bude fungovať. Obce budú musieť v danom území toto štátne rozhodnutie rešpektovať a zároveň budú povinné aj parciálne, alebo teda proporcionálne prispievať každému dieťaťu bez ohľadu na to, či sa učí v maďarskom alebo slovenskom jazyku rovnako do tej školy, do ktorého toto dieťa bude chodiť. A falu leköszönő polgármestere reméli, hogy a törvénymódosítás valamelyik környező településen lehetővé teszi egy új szlovák iskola indítását, hiszen több faluban az utóbbi egy évtizedben megtöbbszöröződött a lakosok száma a beköltözött szlovák ajkúak miatt. A kormányfő biztosított bennünket, hogy mindenképpen azon lesz, hogy minden gyerek diszkrimináció nélkül megkaphassa azt az alapképzést az iskolában, ami jár neki. Ugyanúgy mi is elmondtuk a problémánkat, ugye, hogy nagyon kevés gyerekről van szó, és hogy ugye somorjai körzetben lényegében ez úgy keletkezett, hogy egy pár községben nagyon nagy építkezéseket kezdtek, és ez a lakossági boom megnyilvánult abban, hogy a somorjai szlovák alapiskola megtelt, és aztán kiraktak bennünket a körzetből. Természetesen, hogyha ez a körzet újra alakulna, nem, tehát minden probléma szinte karikacsapásra megoldódna, erre mutattunk rá, főleg azzal, hogyha úszoromban megépült volna az iskola. Tavaly márciusban voltunk egy tárgyaláson, ahol szinte késztényként mondták, hogy nem probléma, megépítjük az iskolát. Arról beszéltünk, hogy a idei tanévben biztosan ott fognak tanulni már gyerekek. A helyieket ezek után az foglalkoztatja, a törvénymódosítás alapján rájuk kényszeríthetik-e majd, hogy szlovák iskolát nyissanak, és ez milyen következményekkel járna, ha akár a magyar szülők is elkezdenék oda beíratni a gyerekeiket. Erre majd csak a jövő ad választ.